Szeretettel üdvözlök mindenkit. Van egy bejelenteni valónk Tasnádi úrral. Közösen fogunk egy hivatalos oldalt indítani, főleg a Facebookon, vagy a YouTube-on. Ennek a kerekasztal beszélgetésnek az a célja, hogy megismertessünk magunkat, veletek, és azokat az időket, amiket mi átéltünk. Hát most már van egy jó rálátásunk, 30 évvel vagyunk az események után, és minden kérdésre, ami azzal kapcsolatos, vagy akár a mai élettel, tegyétek föl. A barátom Robin kívül, a Száva Lajos, Vazul, ő is hozzá fog majd szólni, néha nem tudom, hogy mennyire van időd, hogy beszálljál ebbe a beszélgetésbe. Alkalomszerűen majd azért részt veszek benne. Jó, hát ő nagyon sokat tud mondani, a tapasztalatait tanít egyébként, és előadásokat tart a börtönökben. Hát ez így igen, van, hát igen, a börtönökben igen. Előadásokat tart, az tanítás. Az tanítás, igen. Tehát ha bármilyen kérdés van, akkor nyilván ő is, és hát itt van a kedves vendégünk, András. Misik András, a pásztorom, személyes pásztorom, barátom, aki teológiailag is, meg úgy az élet dolgaival is, szellemi háttérrel nagyon jól látja a napi problémákat. Én úgy gondolom, hogy ennek az a célja, hogy nem is a mi életünk, hanem az abból való tapasztalatoknak a megosztása, és embereknek segítve ezzel, mert a mai kor szelleme az, amikor olyan nyomások alatt van minden rétegből az emberiség, amit nem tud igazán hordozni, kezelni. Én azt mondom, hogy ha tudunk ebbe segíteni, már pedig szerintem igen, de ezt majd mondjátok meg ti, akkor nagyon nagy örömmel tesszük, és alakul meg ez a kerekasztal beszélgetés. Fontos az, hogy nem politikáról nem beszélünk. Nem politika, nem mafia, nem gangster, 90-es nem évek. A vallás. Természetesen ezek a kérdések is jöhetnek, de nem ez lesz a fő csapás, hanem igen. Inkább a mindennapok. A mindennapok, a szeretet, a béke és a tisztelet. Mert, az emberek mert felé úgy, úgy érezzük, hogy ez nincs meg. Tehát ahogy látom a platformokban, ahogy hozzászólnak az emberek, az tragédia. Nyomdafestéket nem tűr. Tehát szeretnénk arra felhívni a figyelmet, hogy lehet kulturáltan is kapcsolatban lépni egymással, lehet vitatkozni, akkor is, ha nem értünk egyet. És figyeljétek a Facebookot és a YouTube-ot, mert májusban kezdünk. És tulajdonképpen azt tartom még nagyon értékesnek ebbe a kerekasztal beszélgetésbe, hogy természetes szinten és természet fölötti szinten is nagyon sok ember, igen, ahogy a Robi is mondta, olyan terheket hordoz, hogy egyszerűen összeroppannak családok, széthullanak, szétesnek, és abban szeretnénk segíteni, hogy helyreállások legyenek, megerősödések legyenek, és ebbe természetes. És ne embertársaink bírálójai legyünk, hanem inkább a kivezető útat abból, amiben van esetleg az ember. És akkor most az Andris... Mert van sok élettapasztalatunk természetes szinten is, mélységekből és magasságokból, amit szeretnénk majd megosztani, hogy mások is profitáljanak belőle, és van természet fölötti igazságok is, ami nagyon sok embernek segíthet, és helyreállíthatja az életét. Kedves András barátom, légy szíves, foglald össze te is, hogy ezt hogy képzeled, hogy látod. Hát, hogy kivezető utat tudunk-e adni bármiből, azt nem tudom. Az minden esetre egy nagyon jó és értékes dolognak tartom, hogy olyan emberek, akiknek azért a társadalmi megítélése ellentmondásos, és mindenféle vélekedések, vélemények keringenek a köztudatban róluk, mint emberekről, anélkül, hogy igazából mélyebben vagy közelebbről ismernék ezeket az embereket, megosztják a gondolataikat.